Köszöntöm a Cikádon magazin nézőit! Elkészült Bátaszék következő időszakának programterve. Az elmúlt évek tapasztalatai azt mutatják, hogy a bornapok vagy a városnapi ünnepségek több ezer látogatót csalogatnak, ami növeli Bátaszék ismertségét, és az események turisztikai célként is szolgálnak. 2015-ben készült el Bátaszék közművelődési és marketing stratégiája, melynek kettős célja volt. Egyrészt olyan lehetőségeket kínálni az itt lakók számára, melyek vonzóak és megmozgatják a város lakosságát. Így vannak olyan programjaink, amik kimondottan a bátaszékieknek szólnak, majális városnapja rendezvény, amelyekben gyakorlatilag a közösségi érzést szerettük volna erősíteni. Talán ezek közé tartozott többek között a Molyhos Tölgyel kapcsolatos akció is a ciklus elején 2015-ben, illetve 2016-ban. A másik cél a város népszerűvé tétele az idegenforgalom számára. Ezért találódtak ki a nagyobb volumenű rendezvények. Ilyen, mint például a bornapok, vagy gyakorlatilag a pünkösdi rétes fesztivál, ami a kultúra területén hoz ide Bátaszékre embereket, de sportvonalon is én úgy gondolom, hogy most már Bátaszéken túlnyúló például a triatlon rendezvényünk. Ezekkel az eseményekkel próbáltunk városhatáról túl vendégeket ide csalogatni Bátaszékre, és egy kicsit próbáltunk rendezvényeinkkel bekapcsolódni a borturizmusba is, hiszen Bátaszéknek nagyon fontos, hogy a szekszárdi borvidéken belül egyrészt a szekszárdi pincészetek, másrészt a bátaszéki pincészetek termékeit is meg tudja mutatni az ide látogatóknak. A rendezvények kapcsán ma már kézzelfogható eredmények vannak, mondja Bozsolik Róbert. Van olyan esemény, melynek látogatottsága meghaladja az 5-6 ezer főt. Látszanak a közösségi oldalon is a visszajelzések, hogy egyre inkább érdeklődnek, vagy nyomon követik a programokat. Van egy másodlagos hatása is ezeknek az eseményeknek, mely az itt működő vállalkozások, kereskedelmi egységek forgalmában is lemérhető. Igaz, teszi hozzá Bozsolik Róbert, ez még messze nem akkora, mint amekkora lehetne. Hatása van, de nem biztos, hogy olyan mértékű, amit mi korábban szerettünk volna, hiszen ezek az események, rendezvények azért most már több ezer embert megmozgatnak. A helyi vállalkozások nem biztos, hogy ezt teljes mértékben ki tudják szolgálni, ezért úgy gondolom, hogy az elkövetkező időszak feladata, hogy valamilyen módon ösztönözzük, segítsük őket, hogy ezekben a rendezvényekben minél nagyobb számban be tudjanak kapcsolódni, és aktív részesei tudjanak válni, és ilyen értelemben gyakorlatilag a jövedelmezőségüket is tudják fejleszteni és fejlíteni. Én úgy gondolom, hogy ezek a rendezvények az elmúlt évek során már jól átgondolt rendezvényekké váltak. Ezeknek a bővítése nem biztos, hogy célszerű. Nem kívánunk mi országos szintű fesztiválokat, rendezvényeket tartani. Úgy gondoljuk, hogy kisvárosi szinten elérték ezek a rendezvények azt a tűréshatárt, ami kényelmi szempontból, minőségi szempontból ennek a településnek tökéletesen megfelelő. Az a szilárd véleményem, hogy attól, hogy így relatíve kis helyen vagyunk, vagy kis településen, városban, még annak a szakmai gárdának, amelynek a vezetését én vállaltam egy másfél évvel ezelőtt, lehet a célja az, hogy megmozgasson olyan minőségi előadókat és olyan programokat szervezzen, amellyel hát azt a fajta kulturális igényt is ki lehet elégíteni helyi szinten, amelyet mondjuk nagyobb települések vagy városok tesznek meg. Lehet az a megyeszékhely, vagy akár Szeged, Székesfehérvár, Győr vagy Budapest. Bátaszéken hál' Istennek van akarat és lehetőség erre, és hál' Istennek a szakmai gárda is olyan, hogy mindezt meg tudjuk valósítani. Itt van például a városnapja. 2019-ben, tehát ebben az esztendőben egy kicsit bővítettük a kínálatot. Július 5-én a protokolláris részt tulajdonképpen azzal sikerült kibővíteni, hogy városi kitüntetéseket adunk át, illetve olyan komoly zenei koncerttel, borkóstolóval is megkínáljuk nem csak az ünnepelteket, a meghívott vendégeket, amelyek talán valamilyen plusszal is hozzájárulnak az esemény színvonalához. A szombati nap tekintetében ugyanúgy helyi és környékbeli kulturális csoportok, fellépők jelenlétére számíthatnak a nagy színpadon az érdeklődők, és nem csak a bátaszékiek, és a Besodrom nagy koncertjével fogjuk zárni a napot, illetve ugyanúgy, mint a tavalyi esztendőben, mert nagyon népszerű volt, Takács
Kovács Krisztián jóvoltából egy igazi retrodiszkóval hajnalba nyúlóan várjuk a megjelenteket. És még egy valami pluszra szeretném a Városnapja kapcsán fölhívni a figyelmet, hogy újra sikerült összerázni a bátaszéki színjátszókat. 7-én, július 7-én vasárnap a délutáni órákban Vörös Marti Mihály egyetlen vígjátékát fogjuk előadni, a Fátyol titkai című darabot. Bátaszék több pontján kezdődtek járdaépítési, árokrendezési és útpatka építési munkálatok. Hamarosan több utcában is dolgoznak majd a szakemberek a vízelvezetők rendbetételén, és új járdaszakasz épül a Kossuth utcai orvosi rendelő előtt is. Bátaszék idejévi költségvetésében 3 millió forintot irányzott elő a patka rendezésekre. Ennek megfelelően több utcában is megkezdték a munkálatokat. Először a Babits utca, illetve a Kövesdi utcának a szakaszait fogjuk helyreállítani olyan módon, hogy martaszfaltos megoldással, ezzel együtt a vízelvezetés biztosítva legyen. A patkarendezés folyamatosan zajlott az elmúlt évek alatt is, a lehetőségekhez mérten a város folyamatosan tett lépéseket a minőség javítása érdekében, mondta Bozsodik Zoltán. Mindenképpen szükséges volt ennek a felújítási munkának az elvégzése, hiszen a forgalombiztonságra veszélyes kátyuk alakultak már ki a patkán, amiket mindenképpen meg kell szüntetni. Több mint egy kilométer hosszban fogunk patkát javítani az említett utcákban a szilárd burkolat mellett. Ebben az évben és néhány héten belül megkezdjük a vízelvezető árkoknak a karbantartását is. Itt gyakorlatilag a várhatóan az Ifjúság utca, illetve Magyar utca, Baross utca árok szakasz kerül majd munka alá. Itt is közel 1 millió forint értékben fog a vállalkozó árokarbantartási munkát végezni. Itt a belvízelvezetés, illetve a lefolyás biztosítása a befogadó irányába, hiszen nagyobb csapadék esetén az ingatlanokon belül is megáll a víz, illetve az ingatlanokról kivezetett víznek az elfolyását biztosítjuk ezzel. Műszakilag leginkább ezekben az utcákban jelent veszélyt a belvíz megjelenése. Ezért kezdődtek itt a munkálatok, mondta az irodavezető. A tavasz végén további felújítási munkálatok indulnak majd meg. Így sor kerülhet a Kossuth utcai orvosi rendelő járdaszakaszának újjáépítésére is. A meglévő járdalapos megoldás helyett egy térkőburkolatú járda fog épülni. Ez a járdaépítés közel 600 000 forint vállalkozói díjjal került elfogadásra. Változik a világ, és vele változik az Otthon Mix kisáruház is. Már a gyerekek is megtalálhatják kedvenc játékaikat újonnan nyílt osztályunkon. Étkező konyha vagy fürdőszoba berendezés, tisztítószer. Nálunk mindent megtalál, amivel szebbé varázsolhatja otthonát. Ajándékot szeretne szeretteinek? Akkor is nézzen be hozzánk. Ezen kívül kínálunk komplett hőszigetelőrendszert nemes vakolattal, festékeket széles választékban, gépi színkeveréssel több ezer színárnyalatot választva. Forgalmazunk villanyszerelési termékeket, kötő és rögzítő elemeket, építőipari anyagokat, fenyő-fűrészárut. Ha mégsem talál valamit széles kínálatunkban, azt azonnal megrendeljük és napokon belül a rendelkezésére bocsátjuk. Termékek A-tól Z-ig a bátaszéki Otthon Mix kisáruházban. Szent Orbán napján zarándokoltak a bátaszéki hívek a Molyhostölgy tövében található Szent Orbán kápolnához. A hagyományá vált zarándoklatot az idei évben azt tette különlegessé, hogy a kápolnát megáldotta Udvardi György pécsi püspök egy szent mise keretében. Szent Orbán napja mindig különleges nap a bátaszékiek életében. Nem csak azért, mert ilyenkor a szőlő és a borvédő szentjének ünnepe van, hanem azért is, mert ez a hely és maga Szent Orbán a különleges szerepet tölt be a helyiek életében. Az Orbán-hegyi kápolna tőszomszédságában található a 2016-os év európai fája, a bátaszékiek büszkesége, az öreg Molyhostölgy, mely meghozta az európai hírnevet a városnak. Ide a bátaszékiek minden évben elzarándokolnak, és a szokások szerint bort öntenek a Molyhostölgy tövébe.
Az idei zarándoklatnak viszont volt egy különlegessége, ugyanis a hívekkel együtt kelt útra Udvardi György, pécsi megyés püspök is. A zarándoklat végén a felújított kápolnánál a Molyhostölgy tövébe celebrált misét a püspök, aki azt mondta, büszke a bátaszékiek összetartására és erős hitére. Nagy öröm volt látni az Orbán kápolnához érkezett nagyszámú hívőközösséget. Öröm a mai ünnep okán is, és azért is, mert ennek a kápolnának a megáldására azért kerülhet egy sor, mert egy nagy projekt keretében több más templommal, a szekszárdi remete kápolnával, a szekszárdi főprimánia templommal, itt Orbán kápolna, bátai Szentvérkegy templommal, illetve a mohácsi fogadalmi templommal együtt egy projekt keretében tudtuk ezeket a nagyon szép templomokat felújítani. Számunkra azért fontos, mert minden templom istenháza, de minden templomhoz emberek közösségei kötődnek. Maguk múltjukkal, hagyományával, kultúrájával, és fontosnak tartjuk megragadni azokat a lehetőségeket, amelyek keretében ezeket a felújításokat lehet végezni. Az külön szép ajándék, hogy Szent Orbán pápa napján volt mód megáldani ezt a kápolnát. Annak a Molyhostölgynek a közelében, amely néhány évvel ezelőtt az évfája volt Magyarországon. Jó volt látni ezt a sok ide zarándokló embert, akikkel együtt tudtunk jönni a plébánia templomtól ide a kápolnáig. És jó látni azt a kultúrát is, amivel ez a táj gazdagít bennünket, akár a szőlőműveléssel, akár a gyümölcsös kerteknek a művelésével. És jó látni, hogy az emberek kérik az Isten áldását, mert pontosan tudják, hogy szükség van az ő munkájukra, szakértelemre, hagyományra, kultúrára, de legfőképpen szükség van Istennek az áldására, aki megáldja az embernek a munkáját. Fontosnak tartjuk ezeket a hagyományokat, ahol átérezve teremtettségünket, átérezhetjük egy közösséghez való tartozásunkat is. Jézus bízik bennünk. Bízik bennünk azért, mert a keresztségben belé oltottuk az életünket. Bízik bennünk azért, mert megkaptuk az ő lelkét, nekünk adta, nekünk ajándékozta. Nincs semmi, ami eltávolítana tőle. Nincs semmi, amit ne érthetnénk Jézusból vagy az Atyából. Nincs semmi, amit ne érthetnénk önmagunkból. És bízik bennünk, mert a keresztség, a bérmálás a Szentlélek mellett vele együtt, mint egy teljességként magunkhoz vehetjük az ő testét és vérét. A pécsi egyházmegye vezetője megáldotta az Orbánhegyi kápolnát. Azt mondta, az új épületek áldásánál a helyiekre és az épületet felújító szakemberekre is kéri ilyenkor Isten áldását. Amikor egy épület elkészül, vagy egy felújításával végzünk, akkor mindig és elsősorban azért a közösségért imádkozunk, akinek a céljaira épül egy templom, vagy kerül felújításra egy templom. Mindig az emberekért kérjük elsősorban, ilyenkor az új épület megáldásakor pedig, különösen azért is azokért az emberekért, akik szakértelmükkel, tudásukkal, munkájukkal, áldozatukkal szépé tudják tenni a templomainkat, vagy egy-egy épületet. És hisszük, hogy egy templom az Isten háza, és ez az Isten háza ajándék, ez kisugárzik a mindennapi életünkre is, ezért kértük az Úr áldását. A Szent Misén részt vett Bátaszék polgármestere Bozsalik Róbert is, aki kiemelte, hosszú évtizedek, sőt évszázadok óta hagyománya a helyiek zarándoklata a kápolnához. Az elmúlt években azt lehet mondani, hogy a bátaszéki Orbán kápolna és az ő tövében álló bátaszéki Molyhostölgy egy különleges nyilvánosságot kaphatott, hiszen 15-ben Magyarországon az európai évfája, 16-ban pedig a Magyarország fája, 16-ban pedig az európai évfája elismerő címet nyerett el. És talán ennek a felfokozott érdeklődésnek is volt köszönhető, hogy a püspökség úgy döntött, hogy a felújítás sok sorába egy pályázat keretében a bátaszéki Orbán kápolna is bekerületett. Hosszú évek, sőt azt mondom, hogy évtizedek, talán évszázadok óta hagyomány
hogy a bátaszéki katolikus közösség kijön ide az Orbán kápolnához Szent Orbán napján, és hálát ad gyakorlatilag az elmúlt év jó terméséért, és kéri a Jóistent, hogy a következő esztendőben is hasonló jó termést biztosítson számára. Ez egy kicsit most már átalakult ez a fajta érzés, maga a szertartás és az ide való menet és a mise az megvan. Egy nagyon jó hangulatú kis délutánban részesülhetünk ma is. Az Orbánhegyi kápolna felújításához a szükséges forrásokat egy pályázat sikere adta. Ezen kívül még 4 másik templomot és kápolnát is renováltak. Felhőtlen jókedv, energikus gyerekek, modern és régi játékok. Bátaszéken is megrendezték május utolsó hétvégéjén a gyermeknapot. A napsütéses időben rengeteg gyermek játszott egymással a Bézikheim játszótéren. Május első vasárnapja az édesanyáké, az utolsó a gyerekeké. Ez a nap a felhőtlen boldogságról és szórakozásról szól. Nem volt ez másképp Bátaszéken sem, ahol remek programok szórakoztatták az odalátogató gyerekeket és szüleiket. 9. éve már annak, hogy a Bátaszéki Nagycsaládosok Egyesülete a gyereknap lebonyolításáért felel. Körülbelül 9 éve tartjuk ezt a rendezvényt, ez egy nagy álom volt annak idején. Külön volt a könyvtárnak egy gyereknapja, külön volt a Nagycsaládos Egyesületnek. Aztán jött egy megkeresés a város részéről, hogy nem lehetne ezt egy picit bővebben. Akkor avatták a Bézikheim játszótér teret, és mi úgy gondoltuk, hogy akkor egy avatás keretében megpróbáljuk ezt a gyereknapot meg valahogy egy kicsit a játszóteret népszerűsíteni. Azóta már, hála Istennek, ez egy olyan rendezvényé nőtte ki magát, ahol a tűzoltók, a motorosok és egyéb szervezetek is csatlakoznak hozzánk és támogatnak bennünket. A rendezvénynek az a lényege, hogy a gyerek és a szüleit önfeledten jól érezze magát, viszont nem kerül pénzbe. Tehát amit itt kapnak, az az önkormányzat, a Marketing Kft. És a különböző szervezeteknek a támogatásából jön létre. A tűzoltók készültnek egy habpartival, egy füstbemutatóval, valamint a végén egy meglepetéssel egy lakástüzet fognak improvizálni. Megmutatják a gyerekeknek, hogy akár egy eldobott cigarettacsikk a lakásban micsoda tüzet tud okozni, valamint jönnek a zumbások, lesz egy lufi hajtogató, jönnek a motorosok egy közlekedési versennyel, bemutatóval, van népi fajátszó és zsíros kenyérsütemény, sorjátékok a gyerekeknek. A gyerekek a frissen átadott eszközökön is játszottak. Volt, aki medésze feladatokat vállalt a mászókákon, de akadt olyan gyerek is, aki izmait erősítette a játszótéren. Az biztos, hogy az öreg mozgó kisebbek nem unatkoztak a délután. Ez az első olyan gyereknapunk a picikkel, amelyikre nagyjából ők is most úgy már képbe vannak. Nagyobbik kislányom a 3 éves, a kisebbik ő 2, és most kezdjük a felfedezni azért a világot így közösen. Keresjük a jó kis programokat nekik, ami adódik, úgyhogy jó idő van, szerencsések vagyunk. Most olyan extra kérések nincsenek, nagyon szeretnek ők is fagyizni, sütizni, ilyenkor azért jó időben azonnal keresünk valami jó kis fagyizót a környéken, Szekszárdombalján, úgyhogy nagyjából ennyi, nem szoktunk úgy extrém módon készülni mondjuk úgy a gyereknapra. Nem csak a mászókán és a csúznán játszottak a gyerekek, hanem a klasszikusabb, retro hangulatú játékok is nagy népszerűségnek örventek. Volt olyan fiatal, aki óriás buborékok fújásával próbálkozott, míg mások a csapatmunkában próbáltak előrébb jutni a fadécekkel. Buborékot fújtam meg, mentem azzal a fa tudtál. Elmegyünk mindig fagyizni, meg szoktam többet. A Bátaszéki Gyereknap egyik fő attrakciója kétségtelenül Lakatos Norbert volt. A vaklufisként ismert ember az egyetlen, aki vizsgát szerzett abból, hogy lufi hajtogatásból kereshesse a kenyerét. Szüntelen gyártotta a dinoszauruszokat és a medvéket a különböző színű léggömbökből. Komolyabban 5 éve akkor végeztem el egy iskolát, egy egyéves iskolát Budapesten, amit egy nemzetközi vizsgával zártam le. És ezáltal én vagyok egyedül a világon, aki nemzetközi vizsgával rendelkezem, és vakon lufit hajtogatok. 30 féle egy lufis figurán van, és akkor ezen felül ugye 2, 3, 4, 10, 15 volt, amikor egy 55 lufis Eiffel-tornyot hajtogattam meg. We'll be right back.
Amerikában voltam kint tavaly, egy nemzetközi tanfolyam, illetve a legnagyobb lufitekerő világversenyen voltam kint, ahol 2000 látó emberrel mérhettem össze a tudásomat. Egy rózsaszín párucot hajtogattam, cilinderrel a fején, csokornyakkendővel a nyakába, és a sétapálcával a kezébe, amit 12 perc alatt kellett meghajtogatni, illetve volt egy kalaphajtogató verseny, ahol egy, mivel Magyarországról mentem, egy magyar almafát hajtogattam, almákkal ugye rajta, ez egy ilyen másfél méter volt, amit föl kellett húzni ugye a fejemre, és a kalapomnak a siltjén volt egy pudli kutya, amelyik éppen pisilta le a fát. Úgy készültem, hogy amit kérnek, megpróbálom azokat meghajtogatni. A gyereknapra a tűzoltók egy különleges sátorral készültek, ahol egy füstszimulációt vezényeltek le a bátrabbaknak, valamint a nagycsaládosok édességgel és zsíros kenyérrel pótolták a fiatalok energiáit a játékok közötti rövid szünetekben. Ha valahol nem érvényes a minden jó, ha jó a vége közmondása a megye bajnokságban, az utolsó fordulókban nyerő alsóházi csapatok házatáján, akkor az egyik ilyen csapat a Bátaszék. Az utóbbi hetekben magát azért összekapó csapat nyerte nála sokkal tekintetben jobb Dunaföldvár ellen, de komoly változásokra szánta el magát a klubvezetés. Több mint 90%, hogy Brecska László helyett új edzőt keresnek, és több nem jó hozzáállású, úgymond névtől megválnak a napokban. Az ebben a bajnokságban sokszor rájuk jellemző libércnyomásos meccskezdésekre emlékeztetett a bátaszékiek utolsó idei hazai bajnoki meccse. Úgy dominált a fehérmezes hazai együttes, hogy közben nem egyszer hátul csúnyán fellazultak. Ezt a fülgelépő csapat hírében álló Dunaföldvár kétszer is büntette az első fél időben. Előbb Farsang Patrik, majd 5 perccel később szintén egy lerohanás után Perger Dávid használta ki az elcsúszó bátaszéki védekezést, és a fél időben már 2-0 oda. Immért szép nyerni, mondják sokszor, és ennek azonnal realitása lett a második fél idő elején. Mindez elsősorban Lerch Marcell vállalkozó kedvének volt köszönhető, aki egy nagy vágta után kicsit a dunaföldvári kapus 6-6-os közreműködésével betalált 22 méterről a jobb alsó sarokba 1-2. A Dunaföldvárt egyáltalán nem pörgette fel a bekapott gól, tudatosan leeresztettek, és a győzelmet biztosító kontrákra leselkedtek. A bátaszék ettől és önmagától is lendületbe jött, előbb Faller egy szerencsésen megpattant szabadrugás góljával kiegyenlítettek a hazaiak, és ebbéli lélektani előnyöket kihasználva továbbra is nyomás alá helyezték a hatodik helyzet foldváriakat. A sors igazsága, hogy a bátaszéki támadó játékban második félidei becserélésével lendületet adó Fürst József lőtte, mint utólag kiderült, a bátaszéki győztes volt. Egyéni alakítás volt a javából Józsikától, megjegyezve, hogy komolyabb védők ellen ezt a pimaszt cselt ennyiszer nem lehetett volna eladni. De ez a győzelem, ez a 3 pont ugyan kellett ahhoz, hogy az utolsó fordulóban már szabadnapos bátaszék a 9. hely megszerzésével simán bent maradjon a megye egyben, ami persze még mindig nem csak rajtuk múlik, hanem a csak 2 ponttal tőlük elmaradó, éppen Dunaföldváron pályára lépő Kakasdon is múlik. Amely együttes, ha újabb bravúr győzelmet ér el, mint legutóbb, letaszíthatja a bátaszéket a már hivatalosan is kieső 10. helyre. Igazából ez a fél idő pont elég volt nekem, és hál' Istennek sikeres is volt ez a fél idő, hogy tudtam gólt szerezni. Gyors vagyok, így igen, hogy tudnak segíteni, meg én is tudom a csapatot segíteni. Hát igazából az edzés látogatottság, ez látszik rajtam, hogy nem annyira vagyok még a fitten. Remélem jövőre jobb lesz, úgyhogy... A klub első embere, Ler Béla, nem akart nyilatkozni, de megerősítette a jól értesültektől származó híreinket. Az egy éve érkező edzőtől, a mohácsi illetőségű Brecska Lászlótól elköszönnek. És azoktól a játékosoktól is, tette hozzá, akik sokszor csak a szerelésüket, de nem a tudásukat, még inkább nem az akaratukat vitték ki a pályára. Én itt játszottam annó régebben, és én nekem ez az egyesület mindig is a szívem egyik részét fogja képezni. Sajnálom, hogyha ilyen rövidek sikerült ez az edzői pályafutásit. A sikertelenség ellenére a búcsúzó tréner egy dologra feltétlenül büszke. Kényszerhelyzetben sok tehetséges ifit hozott felszínre. Hogy ezek a gyerekek, akik nálam sorozatban kaptak lehetőséget, megérdemelték,
és én azt gondolom, bizonyítottak is. Úgyhogy én mindenképpen megköszönöm nekik azt a hozzáállást, amit ők tettek itt az elmúlt mérkőzéseken. Több név is közszájon forog az új edző szemét illetően. Jó esély van arra, hogy a valamikor Bonyhádról induló és játékosként az NB1-ig is eljutó Zsók József legyen a befutó. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!